Ne nyúljon hozzá! Paz! Mi történt? Hívd azonnal a mentőket! Paz! Halló, mentőt kérek! Paz! Mentőt kérek az Acheval úr ilyen villám! Arra mentek! Elkapom a rohadékokat! Paz! Paz! Meg jó, ne halljon nekem! Nyugi, paz, kérem, nyugi, nyugi! Kérem, mit nyugtat? Nyugodj mit meg! Nyugtat? Nyugodj meg, kérlek, Nóra, paz! Nyugi! Paz! Nyugodj meg! Paz! Kérem, paz, drágám! Ne, ne, édesem, ne tegye ezt, ne könyörgök, ne! Megnyugodnál végre! Kérem, ne, ne! Ezzel nem segítesz rajta! Nyugalom, Nóra! Halljon meg! Nyugalom! Anya! Anya! Ne, ne, ne! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Nyugodj meg, Nóra! Nyugodj meg! Úton vannak a mentők! Gyere ide, drágám, ne nyújj hozzám, ne nyújj hozzám! Nóra! Hívd a mentőket! Mondom, hogy úton vannak, hamarosan itt lesznek, nyugodj meg! Gyere! Jó van, kicsim, semmi baj! Gyere, gyere, drágám! A mobilodat! Hadd már ide a mobilodat! Jó sikerült, ugye? Igen, gyönyörű. Úgy örülök, hogy eljöttél, apu. Féltem, hogy nem leszel szabad. Aj, te gyönyörűséges. Telefon. Apu, telefon? Nem, a tied. Nem, Juan, ez a mobilod, látod? Sosem veszed fel. Lehet, hogy fontos. Nem kell elmenned, ugye? Azért hagyd nekem is. Hello? Norita? Agirre! Szia! Azt meggyilkolták! Hogy? Agirre! Hogy? Mi baj van, Juan? Mi baj? Mi a baj? Megijesztesz? Nem, 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 nem! Mit tettek veled, anyu? Mi történt? Mi történt? Mi az, Juan? Paz, megölték! Mi? Sok pénzt vesztek! Bele akarok menni! Nyugalom, hadd vigyük be! Üljön előre! Ki kell találnom neked egy nevet? Valami helyeset. Lehetne Maxima, mint a hercegnőnek. Vagy nem. Mia. Mia, Mia. A neved legyen Mia. Mia a ház úrnője. Mia a cégvezető. Mia a birtokos. Tiltottam, hogy hozzánk járj. Ráadásul elmondtad neki azt is, hogy terhes vagy. Miért nem avatod be abba is, hogy ki az apja? Ne végezz fél munkát, ha? Beszélhetnénk négy szem közt, kérlek. Gyere be. Tudom, milyen nehéz most neked. De nem fogom eltitkolni az állapotomat. Nincs mit szégyenkeznem rajta. Várj, várj, várj egy kicsit. Ne beszélj nekem az állapotodról, kérlek. Lehet, hogy nem is én vagyok az apja. Az is lehet, hogy egészen... Hogy képzeled azt, hogy... Nem akarom, hogy a lányom azt hallja, hogy megtagadja őt az édesapja. Micsoda? A lányod. Ki, kicsoda? Mit beszélsz itt? Miről hadovász? Még nem tudhatod a nemét, te félsz. Az anyja vagyok! Hallgass, az anyja vagyok! Tudom, hogy lány lesz. Nézd, nem akarlak megsérteni, de ezt a terhesség dolgot egyszerűen nem veszed be. Nem veszed be. Nem. Nem veszed be. Értem. Majd meglátjuk. Ki ez? Apa! Barbie! Barbie, mondd, mi a baj? Apa, anya, haldoklik! Mi történt? Barbie! Haldoklik, haldoklik! Bevitték a bűtőbe! Barbie! Mi történt? Mi történt, Alejandro? Lelőtték Pászt! Haldoklik, menjünk! Menjünk már! Bingo!
Nem ismersz határokat. Hogy csukhattak le? Jó, igazad van, de ez volt az első és utolsó alkalom, Nikolász. Nem lesz több ilyen? Igen, mindig ezt mondod. De esküszöm, legközelebb nem jövök, érted? Berohadhatsz örökre. Megérdemelnéd. Megérdemelnéd. Ne beszélj velem, így kérlek, még az apád vagyok, igaz? Nem egy bűnöző. Szerinted én vagyok az egyetlen játékfüggő? Nem. Biztosan van több olyan szerencsétlen is, mint te. Olyan hülye fiúkkal, mint én, akik éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy megfizessék az apjuk adósságait. Elég, Nikolász, elég. Figyelj, véletlenségből kapcsoltak le egy illegális játékbarlangba. Véletlen volt, bárkivel megeshetett volna. Mindig ugyanaz a nóta. Na mindegy, Nikolász majd fizet. Sosem lesz semmi. Nem hiszem, hogy nem találkozol anyáddal. Pont ugyanúgy papolsz, mint ő. Tudod, még emlékszem rá, amikor anyu könyörgött neked. Mondjak valamit! Elég. A játék miatt vesztetted el anyát egy életre. Csak hogy veled együtt mi is elvesztettük őt. Én... Halló. Szia, Nico. Itt Gabriela. Hogy vagy? Nézd, Juan nagyon feldúltan távozott, és semmi hírünk róla. Tudsz már valamit? Mármint Paz a csavál meggyilkolásáról. Visszahívlak. Mi van? Pazt meggyilkolták. Hogy? Barbarának szüksége lehet rá. Nikolász! Ki az? Én vagyok Oszó. Mit csináltál, te hülye? Mit csináltál? Elég legyen, nyugodj meg, hallod? Azok a fickók nekem dolgoztak, nem neked, érted? Mit képzelsz te magadról? Mi történt? Nagyon okosnak képzeled magad, hogy a hátam mögött egyezkedsz. Mi történt? Az, hogy... Az történt, hogy lelőtték, megölték, kijöttek a zsaruk, és állavál, ők meg eltűntek. Magukkal vitték mindent, mindent! Várj, egész biztos, hogy megölték őt? Igen. Na, azt hiszem, igen. De ez egy cseppet sem érdekel. Senkinek sem dolgozom ingyen, felfogtad? Pénzből élek, szükségem van a részemre, nem ejthetsz át, úgyhogy sürgősen kezdj el gondolkodni azon, honnan szerzel nekem pénzt. Megértetted? Megértetted? Anyu meghal, elpusztulok. Belehalok. Barbie, az anyád még él. Ne örlődj, csak kikészíted magadat, kérlek. Elnézést. Tessék, vedd ezt. Így áll egy kis meleget, jót fog tenni. Nem kell. Idd meg, jót fog tenni, gyerünk szépen. Gyerünk, idd meg. Ez az. Nem értem, nem tudom felfogni, nem értem, mi történt. Egyszerűen nem tudom felfogni. Én sem. Vajon miért ment ki a hátsó kapu? A mobilján beszélt, nem tudom, nem értem, miért éppen ő... Esik a vérnyomás. Megsérült a lépe. Ne, Barbie, ne, drágám, ne, rendbe jön, kérlek, drágám, rendbe fog jönni, biztos vagyok benne, jó? Bízzunk benne, édesem, kérlek. Te nyomorult szemét! Ne! Hogy hagyjál? Ne! Lelőjék! Nem az én hibám volt, engedj el! Hogy hagyjál, az én hibám volt! Mondd el azonnal, hogy kell róla! Gyerünk, beszélj, megtettem, nyugodj meg! Hagyére, felépül, fel fog épülni! Nem hallott? Nem, halott. Nem, épp most operálják. Nem. Küzd az életért. Nem fog jönni, jól lesz. Rengeteg vért veszít, és nem tudom miért. Már 2 egység vért kapott. Nem stabil, folyamatosan esik a vérnyomása. Lássuk. Összevarrom az artériát. Több szívást, még több szívást, kérem! Szívrohamot kap! Ide! Vissza kell hoznunk! Kezdjük! 1, 2, 3! 1, 2, 3!
Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Nos, folytathatjuk. Hogy van? Stabilizálódott. Úgy megtaláltam. Látom, hol van a baj. Most már rendben lesz. Igen. Jól fog esni. Köszönöm. Juan, nem kérsz valamit inni? Nem. Nem kérek. Mint Paz a Csavalúrien hozzátartozói? Igen. A lánya vagyok. Ki kell kérdeznünk a szemtanúkat? Most? Sajnálom, de nem vesztegethetjük az időt. Biztos úr, én megyek. A hölgynek is jönnie kell. Nekem? Nem. Nem mozdulok innen. Nem, amíg Paz magához nem Norita, tér. Norita, el nem. Kell kapniuk a szemétládákat. Norita, kérlek. Nem. Ha valami történik Pazzal, azt én sose bocsátom meg Norita, magamnak. Nem. Tedd meg anyáért, kérlek. Nóra, sajnálom. Nóra, kérlek, gyere, menjünk. Mehetünk? Na, jó. Viszlát. Elnézést. Megyek, iszom egy kávét. Hát te? Én nem, én maradok. Csak a földszintre megyek. Nem, Gizsó, én maradok. Rendben. Sietek. Nagyon aggódik anyáért, igaz? Nagyon. Mi történt? Meghalt. Még operálják. Nico. Pacheco, anyu haldoklik. Anyukám haldoklik. Mami, mi van? Jaj, apu. Kicsim, nyugodj meg, drágám. Ne sírj, kérlek. Maga mi csinált? És van pofája nyugodtan itt áldogálni, miközben a feleségem haldoklik a műtőben? Ura, semmi hasznot nem vettek. Ura, engedjön! Nyugodjon meg, kérem! Takarodjon! Apu. Ki a kórházból? Hagyja abba, uram! A családomtól! Takarodjon! Uram! Uram! Apa! Már nagyon hiányoztál. Annyira vártam, hogy beszélgessünk. Á, kedves vagy Inés, de sajnos sietek, mennem kell. Ne mondd ezt, ne. Tessék, de ki, mégis ki mondhatta meg Santiago-nak, hogy Nicolás az én fiam? Gondolkodj. Nem tudom, Inés. Santiago az utóbbi napokban nem járt a cégnél. Nem tudom. Talán Laurita. Úgy látom, nagyon jóban vannak ők ketten. Nem, képtelenség, Laurita nem. Nem, talán elszólta magát. Nem, biztosan nem. Ismerem is a lányom, biztosan. Akkor ötletem sincs, ki lehetett. Gondolkodj, ki árulhatott el ilyen csúnyán? Nézd, Inés, ha egy titkot sokan tudnak, az egy időzített bomba. Most mihez fogsz kezdeni? Nem mehetek vissza többé abba a házba. Zongora tanárnőként sem. Jobb is, ha nem mész. Ó, de elszaladt az idő. Már mész, de... Igen, rohanok, mert nem kell, de ne aggódj. A napokban még eljövök, és egy jót beszélgetünk. Köszönöm. Vigyázz magadra. Santiago miatt ne rágd magad. Nem éri meg. Ne csak fel, én már megyek. Csak az exem, Walter. Újra találkozgattok? Hát, igen. Újra együtt vagytok?
Hát ugye, közös a múltunk. Értem, igazad van. Nos, már megyek, késésben vagyok, indulok. Ó, nem ittad meg a teádat. Majd legközelebb dumálunk. Jó, várlak. Szia. Szia. Mit felejtettél itt? Ó, Inés. Gabriela. Inés, történt valami, és kikészültem. Mi? Nem mi történt? Tudom. Mi a baj? Nem is tudom, de azt hiszem, meggyilkolták őt. Pászt. Pászácsa vált. Borzasztó. Hogy? Ó, én nem. Ó, szegény Santiago, Istenem. Jézusom, biztos magán kívül van. Lehetetlenség. Mondd, mi történt? Mondd el. Nem tudom, zavaros. A legfurcsább az egészben Juan volt, aki otthon volt, amikor felhívták ezzel a hírrel. Még sosem láttam őt ilyennek. Teljesen eszét vesztette. Magán kívül volt. Illetve egyszer már láttam ilyennek az anyja halálakor. Esküszöm, Inés. Juan annyira kiborult, hogy... Nem tudom, de nagyon megrémültem. Hidd el, apa, Aguirre-nek semmi köze a dologhoz, ő nem hibás. Ne védd őt, azért fizetjük, hogy megvédje anyádat, és mire mentünk vele? Őszintén mondom, anya arra kérte, hogy rám vigyázzon, így Marcianóval ment, mert Pacheco szabadnapos volt. Ah, szép, micsoda peh, ennyi testőr, és minek? Semmire sem jók. Pénzkidobás mindegyikük. Uram, nyugodjon meg, kérem. Nem nyugszom meg! Ha meghal a feleségem, az ő hibájuk lesz, semmire kellünk. Apu. Ha anyád meghal, abba belehalok. Belehalok. A nagyapádra szóltál már? Még nem mertem. Muszáj lesz, el kell mondanunk. És ha még nem szólunk? Nem, Barbie, nem. Nem bocsátaná meg. Nagyon jó, nagyon jó. Ez a tiéd. És ez a tiéd. A többi oszói, hogy ne köpjön. Láttátok, milyen dühös. Kinyúlt a vénasszony? Nem, még nem. Ez csak 30 rony, nem ebben állapodtunk meg. Mert még él. Ne szórakozz velem! Mikor találkozunk? Kell a többi lé? Állj, rendőrség! Rendőrség! Futás, erre! Mi baj, Rubi, hogy most nem énekel, ha? Nincs kedvem, uram. Tévedek, vagy kicsit szomorú? Egy kicsit. És Norita? Norita elment vásárolni, de siet haza, ne aggódjon. Yeah. Jó napot. Üdv. Asszonyom, tudtam, ma senkinek sincs órája. Tudom, persze. Bejöhetek? Kérem, hagyjon magunkra. Igen. Elnézést. Santiago. Nem akarlak zavarni, de gondoltam, szükséged van egy barátra. Miért? Egy gyermek elvesztésénél nincs borzasztóbb, nincs. Tudom, mennyire szeretted Pászt, annyira borzasztó. Őszintén sajnálom, részvétem. Tudod, hogy nem kedveltem, de... Pász?
Miket beszélsz? Paz? Igen, és én most Santiago. Santiago, mi a baj? Valaki, kérem, jöjjön valaki, segítsen! Santiago, nyugodj meg! Mi történt Pazzal? Mi történt Pazzal? Mi történt Santiago! Santiago! Erősnek kell lenned, Barbie. Nem bírom, Gizsó. Nem bírom tovább. Betánia, én vagyok. Igen, én. Alejandro, mi történt? Hogy van? Még a műtőben van. Köszönöm, hogy jöttetek. Istenem, nem tudom elhinni. Anya, örülök, hogy jöttél. Nagy szükségünk van rád. Tudom, drágám, tudom. Szia. Hello. Igen, én vagyok. Hogy? Jó. Köszönöm, hogy szólt. Ki hívott, apu? A rendőrség. Megtalálták őket, de meghaltak. Nyugodj meg, itt csak meg, jót tesz. Santiago úr, miért nem engedi, hogy orvost hívjak, kérem? Ne, már jól vagyok. De pedig ki kellene hívni, ne makacskodjon, megnézi és ennyi. Nem, kérem, menjenek el, adjanak magamra, kérem, elég. Jó, gyere, menjünk. Ó, Santiago. Inés, mondd, hogy álmodom. Bár csak úgy lenne. Mondd, hogy meg is lányom. Sajnálom. Santiago. Nagyon kérlek, Inés. Én elállok a fájdalomba, megszakad a szív. Ne mondj ilyet, Santiago, ne mondd ezt. Segíts, kérlek. Hova akarsz menni? A kórházba. Santiago, várj. Számukra én az zongoratanárnő vagyok, érted? Nem érdekel. Velem jössz, más nem számít, Inés. Ó, Santiago, Istenem. Tudtam, hogy itt találok. Az én hibám. Nem. Ha mellette vagyok, nem lövik le. Megakadályozhattam volna, tényleg, Betánia. Ne ufold magad a történtekért. Az én hibám, nem, az enyém. Nem. Csak a jövendő cselekedeteidre koncentrál. A múlton úgysem változtathatsz. De a jövőt te alakított, Juan. Adja ide a drént. Jó, ezt cseréljük ki, jó? Stabil. Jól. De nem vehetem le a gépekről.
Az intenzívre visszük. Na jó, persze. Válságos. Igen. Az állapota még válságos. Remélem, nem lesz belső vérzése. Reméljük. Bízunk benne. Kérlek, áruld el nekem, hogy rendbe jön-e. Nyugalom, Juan. Nem nyugszom meg. Nem veszíthetem előtt, mert belehalok. Rendbe fog jönni. Teljesen felépül. Örökké veled lesz majd, míg csak éltek. Az utatok egyesült, és nem választhatják el. Köszönöm, Inez. Köszönöm, nélküled nem ment volna. Nem lettem volna képes. Ott a sürgésségi, arra lesznek. Gyere, menj! Várj! Nem érdekel, mit gondol a családom. Nem érdekel, mit mondanak, vagy mit gondolnak. Mától semmi se érdekel a világon. Most nem róluk van szó, hanem a fiamról, Nikolászról. Ő is biztos ott van. Santiago, most kezdett nyitni felém, ezt nem kockáztathatom. Megértelek, de talán te... Nem. Még nem kész arra, hogy megtudja rólunk az igazságot. Megértesz? Még nem kész rá. Kórház, mi beszélünk? Érts meg! Én már éveken át tiszteletben tartottam a te kérésedet. Megértelek. Minden esetre köszönöm, hogy velem voltál, hogy elkísértél. Önt keresik, doktor úr. Nem bírom. Már órák óta bent van. Nem igaz. Bizonyára ez egy komoly műtét, uram. Legyen türelemmel. Apu, szólnunk kell Viktóriának. Mondd meg, hol lakik, én elmegyek hozzá. Nem tudom, azt álma sincs meg. Majd én kiderítem. Te? Hogyan? Megoldom. Ma van a szülinapod. Kapsz valakitől tortát. Felköszöntenek. Ki keltett fel ezen a reggelen? Halló? Claudia. Itt Nikolas. Szia! Hogy vagy? Nem valami jól. Szólnod kell Viktóriának. Pászt lelőtték, haldoklik. Hogy? Lelőtték Pászt? Azonnal mondd meg, hogy hol van. Most beszéltem apáddal, Páz asszony még a műtőben van. Szerintem még van remény. Képzelem, mennyire aggódhat a családja, nem? Képzelted, végük van. Mindjárt összetöröd a csészét, Tati. Édesem, ez nem volt épp a legjobb szülinapod. Nem, pedig olyan sok tervem volt a mai napra. Úgy készültem, de ezek után már minek is. Mert... Talán még nem késő. Ki lehet? Rugi, de hogy eljöttél, boldog szülinap. Micsoda meglepetés, és még olyan ajándékot is kapunk. Nem kellett volna. Hogy vagy? Mi van vele? Köszönöm, jól vagyok. Már nem is tudom, pazasszony miatt egy kicsit... Igen. Ezek után nem is hittem, hogy eszedbe jut a születésnapom. Megörültél? Azt hitted, elfelejtem a szülinapod. Az én legjobb barátnőmét. Vagy, köszönöm. Boldog szülinapot. Köszönöm szépen. Santiago, hogy kerülsz ide? Ez most mindegy, hogy van a lányom? Még a műtőben van. Rendbe fog jönni, uram, ne aggódjon. Hogy történetett ez? Én semmit se hallottam. Az egész nagyon különös, de kiderítjük az igazat. De... Nem értem, hogy senki nem vett észre semmit. És különben, és vajon ki volt? Mégis ki tehetett ilyet? Nem tudom. Kész agyrém. Végre vallomást tettem, van hír. Nem, még nincs. És Barbie?
Hallgass meg, kérlek. Sosem kértem semmit. Tudom, nem szoktam imádkozni. És nem élek példás életet. De könyörgök. Kérlek, hallgass meg. Könyörgök neked, mentsd meg anyát. Ne vedd el tőlem. Belehalnék. Ne vedd el őt, kérlek. Barbara. Nem hiszem el. Mikor ezt nem bírom. Benned maradok, jó? Bár csak örökre így maradnánk. És minden megváltozna. Elnézést. Itt a nagyapád. Keresett. Már is megyek. Kopj le. A románcotokkal nem versenyzek. Állj le, mert különben 2 perc alatt kirugatlak. Rendbe fog jönni, kicsim, hidd el. Az egész mai nap annyira hihetetlen. Igen, rettenetes. Claudia. Hogy van a nővérem? Ő a nővéred? Hát... A nővéred? Nos, megműtöttük. Sok vért vesztett, és közben sajnos szívrohamot kapott. De szerencsére túlélte. Sajnos a lépét már nem menthettük meg. A golyó keresztül furta, ezért el kellett távolítanunk, érted? És most hol van Pász? Az intenzívben van. Egyelőre nem mehetnek be hozzá, mert lélegeztetjük. És nincs eszméleténél. Értem. Ugye túléli? Nézze, válságos az állapota. Nem mondhatok biztosat. Jó, azt hittem, jobban lesz. Megműtötték, rendbe fog jönni. Látni akarom. Értse meg, doktor úr, nem, látnom nem, sajnálom, de nem lehet. Nem lehet, sajnálom. Viszontlátásra. Igen. Köszönjük. 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 Igen. Figyelj, Barbie, Barbie. Ne, doktor úr. Hallottad az orvost? Nem lehet. Még nem. Értsd meg. Figyelj, itt maradok veled, de menjünk és együnk valamit. Jó, muszáj, gyere, kicsim. Értem, de ezt szeretné ő is. Igaz vagy sem? Na, menjünk. Alejandro úr, igen? Kérem, könyörgök, most az egyszer. Menjünk. Kérem szépen, jöjjön ön is Barbie-val enni. Menjünk, jó, menjünk. Erre menjünk. Jó, tessék. Igen. Most hazamegyek pihenni, de holnap korán érted megyek, jó? Rendben. Jó éjszakát. A nehezén túl vagyunk. Igen. Rendben jön. Paz rendbe fog jönni. Menjünk. Gyere abba. Ne tudd meg, milyen napom volt, anya. Rettenetes. Újságírók zaklattak, egész állónap csak telefonáltam. Tá, rettenetes. Ami Pázzal történt, de rettenetes, borzalmas. Igen. És Santiago? Felkerestem. Úgy éreztem, mellette kell lennem a bajban. Így van, anya. Szakítottatok, de továbbra is fontos a számodra, igaz? Igen, így van. Megkért, hogy legyek vele végig, de... Úgy éreztem, ezt nem tehetem meg a bátyáddal. Anya, Nikolás kiengesztelődött. Remélem. Igen, hidd el nekem.
Ó, Tati születésnapja. Tényleg, ezt teljesen elfelejtettem. És, ó, ki ez? Ó, nézd csak. Szia. Szia, Laurit. Épp indultam Tatit felköszönteni. Á, elmentek Rubival. Szeretném, ha kikapcsolódna egy kicsit. Hogy vagy? Rosszul, Ines. Hát elég rosszul. Nem hangulatos. Ne. Itt van még két helyrész. Fantasztikus, őrületes, nagyon izgi. Barbarától sokat hallottam erről a helyről. Jaj, ne, akkor biztos nagyon drága. Két kávét kérünk. Megbeszél, ma van a szülinapot, kirúgunk a hámból, a vendégem vagy. Mennyi lehet egy koktél? 10 pezó. Nézzük, az pezó? Az nagyon sok. Lássuk. Aj, na jó. Nézzük. Na? Ez valami szex? Ez a szex is. Hol a pultos? Ebből lesz kettő. Nem is tudom, Rubi. De mondd, hogy vagy, jól? Lesz, amit van, mint a történt pászal, rémes. Pagasson esete, rémes. Igen. Hagyjuk ezt, te hogy vagy? Jól. Na és hogy vagytok Nikóval? Együtt vagytok még? Nem. Nikóval nem. Semmi sincs köztünk. Rám se néz. De nem is akarok erről beszélni. Beszéljünk rólad. Ma van a születésnapod. Nem akarok magamról és a gondjaimról beszélni. Érezzük jól magunkat. Mulassunk. Igen. Mi van a fogadalmunkkal, amit tettünk? Remélem, hogy ma beváltjuk. Mit? A fogadalmunkat? Igen, pontosan. Ma különleges nap van. Ráadásul mást is megfogadtam. Nem csak azt, hanem mást is. Mégis mi csodát? De jó, Tati, mégis mi csodát? Valami izgit? Hogy már ki? Be kell vallanom valamit neked, amit egész eddig nem mertem. Mert féltem. Nem szép dolog. Jaj, már, de mit? Előre is, bocsáss meg. Rubi, a barátnőm vagy, és szeretlek, de mondanom kell valamit. Tati, megrémítesz, mi az? Beleszerettem Nikóba. Nikó Pacsékóba. Maga a férje? Bemehet, de csak pár percre. Köszönöm.
Miért nem engem lőttek le? Tudja ezt valaki? Mondja meg! Miért nem én fekszem itt? Nem ezt. Érdemeljük a sorstól. Nem mehetek el anélkül, hogy el ne mondanám azt. Amit érzek. Szeret. Szeret. Shut up.